illetve a zsidóság és a parancsoknak a viszonyán. Ugye elmondhatjuk azt, hogy egy ilyen fontos kérdés volt, hogy megállapítsák mégis melyik a legnagyobb parancsolat. Miért? Mert teljes lelkedből és teljes elmélyből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló, Márknál pedig így olvassuk. Egy írástudó is hallgatta a vitát, amikor legyen mécses, a sötétség vesz körül minket, és legyen a híd, amely elvált. Ez a parancsolat más-más szerkezeti felépítéssel, más-más helyezve a hangsúlyt, de zöldet összehasonlítjuk egy kicsi bibliai jellemzés, egy rövid bibliai jellemzés tartunk, akkor mi az, ami kitűnik? Ez a szabadkát, zsaholva hívra kell minket, elmegyünk egy-egy jó előadással, egy-egy jó koncerttel működik, de utána teljesen eltűnik, felolvad, és igazából ahol a Pax Romana... ...tagjai, hűséges társai ennek a civil szervezet,